A közös fotókat követően kezdődhetett a kemény munka és az egyeztetés. Dr. Balogh Csaba közigazgatási államtitkár jött el Győrbe, ahol a városvezetés fogadta. A látogatásnak elsősorban a célja az volt, hogy megismerkedjek Győr városnak a vezetésével. Most jelen pillanatban arra készülök, hogy januárban majd átvegyem a pozsonyi magyar nagykövetségnek a vezetését, és hát Magyarország és Szlovákia kapcsolatának a jelentős része az az önkormányzatok és a megyei és helyi önkormányzatok vállán nyugszik, és ezért nagyon fontos, hogy ezeket a kulcsszereplőket ismerjem, meghallgassam, hogy hogyan vélekednek az együttműködésről, milyen területek vannak, amikkel foglalkozni érdemes, és milyen problémák vannak. Úgyhogy lényegében egy ilyen leltárt készítettünk itt polgármester úrral, és megállapodtunk abban, hogy ezt a beszélgetést, együttműködést a Duna mindkét partján majd alkalmattán folytatjuk. Az államtitkár nagykövetként ismét nagy jelentőséget szeretne fordítani, és rengeteg energiát szeretne fektetni a helyi kapcsolatokra. Sok magyar lakta és szlovák lakta településre szeretne személyesen is elutazni, a határhoz közeli nagyvárosok vezetőivel pedig még inkább erősíteni szeretné a gazdasági, kulturális és infrastruktúrális összeköttetéseket. Győrváros Bécs, Pozsony és Budapest közötti háromszögben helyezkedik, aminek nagyon sok előnye van, és van azért hátránya is. A hátrány az az, hogy ezzel a három fővárossal kell versenyt futnunk, hogyha például a munkaerőt próbáljuk meg itt tartani. Ugyanakkor bekerültünk egy olyan körbe, ami a fővárosi körök, és azok a kapcsolatrendszerek, ezek hozzá tudnak tenni kulturálisan, tudományosan a város életéhez, és számos olyan kapcsolat van, amivel Győrvárosnak a további fejlődését tudjuk segíteni. A város első embere számára fontosak a határon túli települések. Polgármestersége alatt két ilyen testvérvárosa is lett Győrnek. Dr. Dézsi Csaba András és Dr. Balogh Csaba remélik, hogy a jövőben együtt egymást segítve, a magyar érdekeket szolgálva tudják majd építeni mindkét várost.